Tamási galériában Vinyovszky János szobrászművész alkotásaiban gyönyörködhet a látogató, mely kiállításnak a megnyitóját az Alapfokú Művészeti Iskola gitártanszaka színesítette rövid előadásával. Az ünnepélyes megnyitón Feledi Balázs művészeti író ajánlotta az érdeklődők figyelmébe az alkotásokat, aki hangsúlyozta, hogy a szűk térben milyen jól érvényesülnek a fából, fémből és kőből készült szobrok. Drinyovszky János első szobrát gimnazista korában készítette el. A kisgyerekkoromban is valami ilyesmi szemüvegen keresztül vizsgáltam a világot, de akkor még eszembe nem jutott, hogy ebből még valami ilyesmi lesz. Tehát gyerekként nem voltam ilyen művésztípus. Nem voltam rajzos gyerek, bár jól rajzoltam az iskolával, de csak azon a szinten. És tulajdonképpen gimnazista koromban kezdődött ez el intenzívebben, de akkor még grafikával, festészettel foglalkoztam. Akkor készítettem igaz egy szobrot, azt még baltával faragtam egy fatuskóba otthon. És aztán később valahogy önkésztetés féleség jelenik meg ilyenkor az emberben, és második lányom születése előtt fogtam ezt követően a kezembe megint fadarabot, és egy bicskával egy női aktot faragtam. Aztán ez úgy szokásommal vált, és akkor kezdtem egyre többet foglalkozni vele. Voltak ráhatások, tehát a debreceni tanítóképzőben Makoldi Sándor nevét mindenképpen meg kell említenem, ő piszkálta ki belőlem tulajdonképpen ennek az iránynak az észrevételét, és neki sokat köszönhetek. Művészettörténetet tanított, a modern művész, ez a 70-es évek, tehát a modern művészeti felfogást oltotta belém, amit aztán később 79-ben egy nyugat-európai körúton teljesedett ki, ahol bejártam a nagy múzeumokat, tehát Hollandiába, Angliába, Franciaországba, és az meghatározta a szemléletmódomat. Láttam eredetibe olyan képeket, amit korábban csak fotón láttam, tehát a két sziklás Madonnát, Leonardo da Vincitől sorolhatnám. Az alkotások többféle módon születnek meg, a legegyszerűbb, mikor a szobrász elhatároz valamit, és azonnal el is készíti, de van, mikor a külső ráhatások a döntőek. A kezdetek óta a fán kívül előkerült a kő és a fém is, melyeket megmunkál, hogy így adja vissza azt, amit a gondolatai megszültek. Nem véletlen a természetes anyagok használata, hiszen a szobrászművész árszpolitikájában is megfogalmazza, hogy tisztelettel fordul a természet felé. Van, amikor ránézek a fára, vagy az anyagra, és azt mondom, puf, kész. Azt csak meg kell csinálni. Van ilyen is. Van olyan is, hogy volt olyan, hogy hónapokig készült egy mű, mert nem, valahogy nem, még kellett valami hozzá, és az nem volt akkor meg, és a végére lett kialakult még, és aztán van olyan, amit fejbe eldöntök, és megcsinálom. A kezdetek során az ilyen felgyűlöm lett valami, ami az kikívánkozik az emberből, és azóta, amióta csak ezzel foglalkozom, ez már teljesen másképp működik. Én belső utat járok, tehát nem nyilván hat rám minden. Most ez a kompozíció, amit most látok, ez is valamilyen formában nyilván hat rám, de hogy hogyan születik a mű, az nagyon sokféle úton képzelhető el. A szobrokból álló kiállítás március 6-áig látogatható a Tamási Galéria nyitvatartási idejében.